A közép Regionális Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökségének továbbra is gondot okoz a nádaratás a Velencei Tavon. 324 hektárból mindössze 133 hektárt sikerült levágniuk. Ennek egyik oka az alacsony vízállás. Most a utóbbi napokban reméljük azt, hogy felgyorsul ez a dolog, hisz most is a vízállás azért befolyásolja ezt a dolgot, hiszen a jelen pillanatban 136 cm a vízállása, a vízszintje a Velencei tónak, ami alig haladja meg az ilyenkor elvárt minimális szintet, és az a gond, hogy a nárdasokba, tehát nem lepél a nárdasokat a víz, így ugye ott nem tudott megfagyni eléggé a Víz. Február 15-én hivatalosan befejeződik a nádaratás. A hónap végéig azonban a gazdák várhatóan tovább dolgozhatnak. A minőség azonban kívánni valót hagy maga után. Egy hete tudunk vágni a tavon, tudunk, vágogatunk, mert valójában alacsony a vizállás, leesett a hó, takarja a rizomát a levél, és a hó nem tud befagyni a nád között. Tehát a tiszta vizeken, a nyílt vizeken van, vagy 15-16 centis jég, a nád között meg olyan jég van, ami nem bírja még az embert sem. A tiszta szűznád nád ritkaság hangsúlyozta Csordás Gábor, hiszen az elmúlt két esztendőben zömét nem sikerült betakarítaniuk. A gyengébb minőség pedig piacvesztéssel jár.